A közlekedésben, az önállóságban és a mindennapok könnyebbé tételében is tökéletes társak lehetnek a vakvezető kutyák. Az ő világnapjuk alkalmából szervezett sétát a látássérültek regionális közhasznú egyesülete pénteken. A cél az volt, hogy munkájuk fontosságára hívják fel a figyelmet. Dömötör Szilvia és Kutyusa Mangó 9 éve elválaszthatatlan társak a mindennapokban. A Lárke elnökségi tagja elárulta, nagyon sokat köszönhet négy lábú társának. Amit így ők itt dolgoznak hosszú éveken keresztül, ez egy csodálatos dolog, és én minden nap nagy szeretettel simogatom esténként, és hálás vagyok neki, hogy így az életemben van. Tehát így a nap 24 órájában, tehát a munkahelyemre vele járok, úgyhogy mindent így együtt csinálunk minden nap. A közösségi séta a Liszt Ferenc utcából indult, majd a fő utcán folytatódott, amelyre elsősorban az egyesület tagjait várták, de bárki csatlakozhatott. Az eseményen részt vett Rózsa Katalin vakvezető kutyakiképző, aki elmondta, a kutyusok kiképzése már egészen kölyök korukban elkezdődik. Ők már két hónapos korukban nevelő családoknál kezdik meg a felkészülésüket, tehát ezek a nevelő családok szocializálják őket a városi forgalomhoz, zajokhoz, segítenek abban, hogy szobatiszták legyenek, engedelmesek legyenek, és aztán ilyen egy-másfél éves korukban kezdődik az ő kiképzésük, ami körülbelül egy fél év munkát vesz igénybe, és ez alatt megtanulják a vakvezető kutya munkájának az alapjait. Rózsa Katalin hozzátette, bizonyos fajták jobbak erre a munkára. Méretüknél fogva jobban tudnak irányítani egy embert. Általában labrador retrieverekkel dolgoznak, de képeznek golden retrievereket is.